rendben? Igen. Oké, okay, jó. Mi ennek a vásárnak, ennek a kerültásnak a jelentősége, hogy itt a központban ilyen dolgokat állíthatnak most már ki ezek a régiségnek a szerelmesei? Ami a legfontosabb, hogy ez egy helyi kezdeményezés, tehát nem az önkormányzat kezdeményezte, de az önkormányzat mellé állt, a szervezők mellé elsősorban Szemkó Attilát kell kiemelnem, mint a főszervezőjét ennek a rendezvénynek. Ugye minden jelentősebb európai városban, legyen szó kisebb vagy nagyobb városokról, van hasonló rendezvény, régiségvásár, kiállítás, ahol az emberek találkozhatnak, ugye a művészet kedvelői, a régiségek kedvelői, de sok helyen ez egy turisztikai kínálattá nőtte ki magát, mint például a Franciaország gyűlik kiállítás, ami a legnagyobb Európában, ahol 10 000 kiállító gyűlik össze minden évben és több millió látogató. Nem hiszem, hogy szabadkán ilyen népszerűséget fogunk elérni, de bízom benne, hogy a szervezők, hogyha folytatják, hogy ha kellő támogatást kapnak és folytatják a rendezvénynek a megszervezését, akkor egy szép közösségi és esetleg turisztikai kínálat is lesz belőle. Minden konstruktív kritikát szívesen fogadnak a szervezők, hogy szóljanak bele nyugodtan a polgárok, hogy hogy nézzen ki a jövőben, és találkozunk remélem hamarosan. Hogyan van tervezve, hogy milyen gyakran szerveznek ezeket a kiállításokat meg, mennyire lesz ez úgymond állandó attrakciója Szabadkának? Ez most egy főpróba, meglátjuk, hogy hogyan reagálnak a kiállítók, illetve a vásárlók is, és utána majd ők eldöntik, hogy milyen rendszerességgel fogják ezt megszervezni, mivel hogy nem csak Szabadka kiállítók vannak, hanem Apatini, Zombor és Újvidéki kiállítók is, nyilván meg kell, hogy vizsgálják, hogy mennyire éri meg nekik heti, havi, vagy éves szinten, vagy évszakonként jönni, de bízom benne, hogy hamarosan ez egy hagyományát fog fejlődni Szabadkán. Köszönjük szépen! Köszönjük.